Sziasztok! Köszöntelek benneteket ismét hulladékmentes otthonunkban. A mai videómban ismét a kert kapja a főszerepet. Ezúttal esőkertet építettünk, aminek folyamatát lépésenként ti is láthatjátok. Az esőkert kifejezéssel évekkel ezelőtt találkoztam. Már akkor tudtam, hogy nem csak egy szép színfoltja lehetne a kertünknek, de minden ökológiai elképzelésünkhöz is illeszkedik. Az esőkert egy olyan elkülönített kert a kertben, amely a hirtelen lezúduló esővizet hatékonyan és megtisztítva képes visszajuttatni a talajba és a természetes élővizekbe. Ráadásul otthont, menedéket és táplálékot nyújt rengeteg élőlénynek. Remélem, hogy tavasszal, a kert ébredésekor saját szememmel is megtapasztalhatom ezt. És bízok abban, hogy rengeteg pillangó, méhecske, béka esetleg gyík veszi majd birtokba. Az esőkert kialakításának első lépése, hogy választanunk kell egy megfelelő helyet az esőkertnek. Lehetőleg olyat, ami a kert legalacsonyabb része, illetve ahová a természetes módon is elfolyik a csapadék. Így esőzések idején a víz eleve az esőkertünk felé fog folyni. A következő lépés az esőkertünk megtervezése, annak méretét és formáját kell eldöntenünk. Mivel nálunk a mi kertünkben nincs olyan nagyon sok átfolyóvíz, ezért nem is készítettünk túl nagy esőkertet. Ezt követi a vége láthatatlannak tűnő ásás. Az esőkert medrét ki kell ásnunk, minthogyha egy kerti tavat akarnánk készíteni. Az esőkert azonban csak időszakosan tárolja a vizet, amit fokozatosan elszivárogtat a beültetett növényeknek köszönhetően. Az esőkert ideális mélysége a sekélyebb részen minimum 30 cm, a mélyebben ennek a duplája, így a különböző gyökér magasságú növények is jól fogják érezni magukat. A mélyedés kiásása után a föld alatt egy erősebb locsolóslag segítségével vezettük el az esővíz gyűjtő tartályból az összegyűlt vizet az esőkerthez. Ezáltal nagy esőzések esetén a hordók sem fognak túlcsordulni, a túlfolyó víz az esőkertben hasznosul. Érdemes leellenőrizni az árok lejtését egy vízmértékkel, hiszen fontos, hogy a víz az esőkerthez folyjon és ne a ház irányába. Most következik a kiásott medence feltöltése. Alulra vastagon jó minőségű átrostált komposzt kerül. Majd a maradék részt a kiásott föld visszalapátolásával töltöttük fel. Számomra az esőkert kialakításának legélvezetesebb szakasza az volt, amikor növényekkel teleültettük az esőkertet. Mivel az esőkert többnyire száraz és csak alkalmanként telik fel vízzel, ezért olyan növényeket érdemes válogatni, amik a szélsőségeket, a változékony körülményeket is jól bírják. Nálunk nőszirom, geránium, árnyéklilium, kéknefelejts, kasvirágok kerültek bele.
szüleim kertjéből pedig kaptunk pár sziklakerti követ, ezzel dekoráltuk tovább a kis oázist. A slagpróba és egy alapos locsolás után egy hétvégi munkával el is készült az esőkertünk. Még éppen időben, mert aznap éjszakára megérkezett a vihar. Pár héttel később pedig egy kellemes őszi esős napon már szépen látszik, hogy milyen jól működik az esőkert, a növények mennyire jól érzik magukat benne. Az esőkertünk létrehozásával a vízgyűjtő hordóinkon túl még több esővizet tudunk környezettudatosan hasznosítani. Az esőkert témájáról készült írásomat pedig a honlapon megtaláljátok. Még sok más környezettudatos és hulladékmentes gyakorlati tippet találhattok a Dobd ki a szemetes című könyvemben és a honlapomon is. A hulladékcsökkentési egyéni tanácsadást pedig azoknak ajánlom, akik jobban szeretik a személyes, egyedileg megfogalmazott javaslatokat, ötleteket bevezetni a saját háztartásukban, otthonukban. Köszönöm, hogy velem tartottatok! Ha tetszett a videó, örülnék, hogyha jeleznétek ezt nekem egy lájkkal. Igyekszem minél hamarabb újabb videóval jelentkezni, így ha nem szeretnétek lemaradni róla, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. A harangjel bekapcsolásával pedig értesítést kaptok a következő videó megjelenésének idejéről. Addig viszont örömmel fogadom a hozzászólásaitokat, hogyha bármilyen kérdésetek, tapasztalatotok van az esőkerttel kapcsolatban, akkor írjátok meg nekem. További szép napot kívánok nektek, hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!